Magyarországot képviseljük a Hetáliában, mind a ketten. Igen. Ő katonai ötözetben, meg ilyen monarchia. Igen, osztrák-magyarban. Milyen szerepetek a Hetáliában? Mi ez az egész? Hát igazából az a szerep, hogy Magyarország kap egy isteni sugallatot, hogy meg kell mutatni a Franciaországot, hogy valami ilyesmi történt. És akkor Magyarország megy a palacsintasütővel és megnyitja Magyarországot. És hát... Magyar uralom. Az. És hát igazából a mangában többet szerepel Magyarország, de igazából hát csak imádom a karakter. Milyen Magyarország? Férfias. Férfias. És többször írják, hogy nagy dolgos nemzet vagyunk. Megnyilat. De a palacsintasütőt kaptuk fegyverbe. Igen. Van esetleg olyan tulajdonság a Magyarországnak, ami szerintetek talán egy picit túlzó, picit kifigurázó. Az agressziója szerintem. Amikor bántják, akkor egyből fogja a palacsintasütőt is oda. És mi a különbség a két öltözet között azon túl, hogy ez egy kadi? Ez a világháborús Magyarország magyar, pedig az osztrák magyar. Magyarország a hatkája. És miért pont ez a karakter? Hát ezen sokáig rágottunk, aztán végül is. Én úgy választottam, hogy sokan mondják, hogy nagyon hasonlítok a Magyarországra. Én is ilyen kis agresszív vagyok. Megkaptam ezt a... Nem tudom, miért tettünk neked palacsintasítást. Oda ütök. Hanyadik konotok ez? Hát az van negyedik, ötödik. Gyorsan, hogy kifejtünk. Tetszett a világot. És hanyadik cosplay? Ez a második, nem? Mert te volt egyszer külön, vagy most Magyarország. Tehát akkor nem mindig ugyanez a karakter. Nem. Ez most ez az első vele. Van esetleg olyan része a jelmezeteknek, ami általatok készített? A világ! Igen, ez sütető gyurvából csináltam. A többit meg így összeszedtük. Hát igen, meg a körmöm. Magyar körmöm. Van esetleg fanklub Magyarországon így a hetáliásoknak? Biztos van, de mi nem jártunk róla. Hát itt ennyi. Vagyunk így hetáliások. És akkor ez egy ilyen nagy banda, megbeszélitek, hogy ki kinek öltözik, vagy hogyan zajlik el? Hát úgy van, hogy nálunk, hogy több lányt, vagy társaságot, hogy összeszedünk, nem mindig egynek öltözünk, de volt már olyan, hogy négyen, öten összegyűltünk, és akkor mindenki egynek öltözött. Melyik az a manga vagy anime karakter, amelyikkel a legtöbbet találkoztok konokon? Naruto meg Bleach. Bleach, az kiírhatatlan egyébként. Mi lehet ennek az oka? Hát a Naruto az egyik legnépszerűbb első anime volt Magyarországon, a Bleach meg Naruto. Hát igen, a Bleach az addig nem fog eltűnni, amíg vége nem lesz a sorozatnak. De egyébként nagyon meg lehet figyelni, hogy attól függ, hogy a Animex is mit ad. Attól például egyszer volt, hogy amikor Solitort előszaladták, akkor mindenki Solitoros volt. Vampire Knight, akkor mindenki Vampire Knight volt. Tehát akkor a média befolyása. Mi az az egy szó, ami esetekbe jut a mondokonról? Konvonat nekem. Nekem a képregények. Nagyon szépen köszönjük.